A Városi Balesetmegelőzési Bizottság a szabályos kerékpáros és gyalogos közlekedés érdekében indít akciót. A részletekről Tóth Évát, a Karcagi Rendőrkapitányság századosát kérdeztük. Sajnos az elmúlt időszakban nagyon sok személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. A 18 balesetből 7 esetben kerékpáros, 1 esetben gyalogos volt a baleset érintettje, mondta a szakember. A Balesetmegelőzési Bizottság nevében szeretném felhívni a kerékpárosok és gyalogosok figyelmét pár fontos közlekedési szabályra, illetve azok betartásának fontosságára. Sajnos az elmúlt időszakban nagyon sok közlekedési baleset, személyisérésre járó közlekedési baleset történt. Ebben az évben 18 ilyen balesetünk volt, amelyből 7 esetben kerékpáros, 1 esetben gyalogos volt a balesetnek az érintettje. Az a tapasztalatunk, hogy a kerékpárosok, illetve a gyalogosok sem rendelkeznek megfelelő közlekedési KRESZ ismeretekkel, illetve ezek az ismeretek hiányosak vagy tévesek. Sem a kerékpárosok, sem a gyalogosok nem rendelkeznek megfelelő KRESZ és vezetési ismeretekkel. Eddig a kirívó és a súlyos szabálytalanságok kivételével nem büntetést, figyelmeztetést kaptak a rendőröktől a szabálytalankodók. Mivel ezek nem érték el a céljukat, a rendőrség türelme elfogyott. Fokozottan ellenőrzik a kerékpárosokat. Ez idáig a kirívó és súlyos szabályszegések kivételével figyelmeztetéseket, figyelemfelhívásokat, illetve közlekedési propagandakciókat hajtottunk végre. Azonban sajnos azt kell mondanom, hogy ezek nem érték el a céljukat, úgyhogy a rendőrség türelme elfogyott. Ezentúl fokozottan fogjuk ellenőrizni a kerékpárosokat, illetve a gyalogosokat. És igazuk van a járművezetőknek, tergépkocsi vezetőknek abban, hogy eddig őket fontos fokozottan ellenőrzés alá, az ő jogsértéseket a rendőrség súlyos bírságokkal büntette. Folytatják a pofátlan tanítási akciót, amit rendőrségi jelzéssel el nem látott szolgálati járművel hajtanak végre, és az elkövetett jogsértéseket videókamerával rögzítik. A legtöbb kerékpáros baleset a kanyarodás szabályainak és az elsőbség meg nem adása miatt következik be, illetve itt az a kerékpáros. A legtöbb baleset a kanyarodás szabály, illetve az elsőség meg nem adása miatt következik be, illetve van ittas kerékpáros is, ugye ők sem ihatnak. A kanyarodásnál nagyon fontos először is, hogy a kerékpáros a kanyarodás megkezdés előtt hátra tekintsen, meg kell neki győződni arról, hogy a járművét nem kezdte meg más jármű előzni. Kanyarodást ugye kézzel irányelezni kell, hogy a más közlekedés más részevő is tudja az ő szándékát, körül kell tekinteni, kezét ki kell rakni, és utána lehet megkezdeni a kanyarodást. Elsőséges hozzátartozik, ugye van az A elsősorás kötelező tábla, illetve az A elsősorás kötelező tábla, és most ezt a kerékpárosok nem ismerik, vagy nem akarják ennek utasítását követni, és ebből következik be a legtöbb baleset, hogy kihajtanak a védett úton közlekedő jármű elé. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy hiába a közlekedési akciók ellenőrzések során osztjuk szét a láthatósági mellényeket, illetve a lámpákat, ezek olyan, mintha fenegetlen kútba dobálnánk bele, egyszerűen nem látjuk az utakon közlekedőkön, hogy ezeket használnák. Tehát korlátozott látási és éjszaka kötelező a lámpa használata. Ez a korlátozott látási éjszaka, ez a köd, hóesés, erős eső, egyebek, tehát nem csak sötétben kell használni a lámpát, ugye előre fehér színű, hátra piros színű lámpát kell felrakni, illetve van még a láthatósági mellé, ami lakóteten kívül kötelező, csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, bár én ajánlanám lakóteten belül is, mert jobban segíti a láthatóságunkat. Szólni kell a kerekesszékesekről is. A kerekesszékkel közlekedő gyalogosnak minősül, így a járdán kell közlekednie. Ezt sokan nem tudják, és az útesten közlekednek, ami szabálytalan. Igen, a kerekesszékkel közlekedő személyek gyalogosnak minősülnek. Nagyon sokan nem tudják, hogy ők nekik a járdán kell közlekedniük, az útesten közlekednek. Több esetben lettek megállítva, és tájékoztattuk őket arról, hogy neki itt a útesten jóformán közlekednie nem szabad, és elmondták, hogy ők ezt nem tudták, ők úgy gondolták, hogy ők kerékpárosnak minősülnek. Tehát ezek a kerekesszékkel közlekedők gyalogosok, nekik az járdán kell közlekedni. Járdán kell közlekedni a gyalogosoknak, abban az esetben mehetnek le útpatkára vagy kerékpárútra, hogyha a járda erre alkalmatlan, azonban, hogyha nincsen útpatka vagy kerékpárút, akkor az útesten is közlekedhetnek, mert lehetőség szerint a menetirány szerinti bal oldalon, egymás mögött egy sorban. Erre is figyelmeztetnek a rendőrök a most kezdődő akció során.